Kedves nézők, más témával megyünk tovább. A Nyíregyházi Főiskola szakemberei a Széchenyi terv pályázatán 96,3 millió forintos támogatást nyertek, melyel megalapozhatnak egy jövőbeni Smart City programot, amelynek révén Nyíregyháza digitális, illetve okos várossá válhat. A Smart City jelentése intelligens infokommunikációs város, egy jól működő digitális város. A Nyíregyházi Főiskola ezzel a pályázattal arra vállalkozott, hogy feltérképezze, hogyan is alakítható akár Nyíregyháza, vagy a megye más városa Smart City-vé. Ez egy lehetőség egy kísérletre, amellyel megvizsgálhatják, hogyan válhat egy város digitális okosvárossá. A kormány fog indítani olyan fejlesztési programokat, visszanemtérítendő támogatásokkal, amelyekkel az úgynevezett smart city-ket lehet építeni. Tehát azokat a smart városokat, amelyekben az ott élő polgároknak végül is könnyebb lesz az életük, vagy mondjuk úgy, hogy hatékonyabban tudják az ügyeiket intézni, nagyobb biztonsággal jutnak munkához, nagyobb lehetőségük van arra, hogy saját maguk elképzelt tevékenységével, vállalkozási formában tudjanak kapcsolódni a helyi vagy távolabbi piacokhoz és gazdaságokhoz. A közlekedés szervezésben, a környezetvédelemben, de akár az egészségügyben is jól lehet használni az új, hálózatba kapcsolt infokommunikációs eszközöket. Ez a program lehetővé teszi azt is, hogy a Nyíregyházi Főiskola bekapcsolódjon országos és nemzetközi szinten is ennek a területnek a kutatási folyamataiba, és a főiskolán belül zajló kutatási tevékenységet is bővíti, emellett szélesíti a képzési palettát. Smart City demonstrációs és szimulációs eszközöket is beépítenek az oktatásba. A kutatási eredményeket a főiskola mellett hazai és nemzetközi kutatócsoportok hasznosítják majd, települési szinten pedig gazdaság- és térségfejlesztési stratégiáknál is használhatók az eredmények. A most induló 3 hónapos projektre 96,3 millió forintot nyert a Nyíregyházi Főiskola. Tehát az okos városokról fogunk beszélgetni vendégemmel. Jó estét kívánok! Jó estét! Kezdjük talán azzal, hogy itt mielőtt adásba kerültünk és a bejátszás ment, már beszéltünk arról, hogy itt egy elég nagy komplex programról van szó, aminek ez csak egy szelete, amiről mi most beszélgetni fogunk. Beszéljünk egy kicsit magáról, erről a programról. Miért indítják el ezeket a úgynevezett Smart City programokat, ahol mindenféle infokommunikációs eszközöket lehet a városok életébe, működésébe beiktatni, épp azért, hogy még könnyebb legyen akár az ügyintézés, az állampolgárok minél könnyebben jussanak olyan dolgokhoz, amire szükségük van. Igen, hát hál' Istennek ugye Európában azért jó pár olyan város létezik, akit bátran nevezhetünk Smart City-nek, és ez Magyarországon is dicséretre méltó kezdeményezés, hogy több város, így többek között Nyíregyháza is kitüntetett figyelmet érdemelt, és Smart City város koncepciót alakítottak ki. Na most a Nyíregyházi Főiskola ezt reményeink szerint nagyon szépen ki fogja egészíteni azzal a rövid, de rendkívül intenzív kutatási projekttel, amit a bejátszásban is hallottunk. Ugye itt 3 hónapunk van arra, hogy felvillantsunk egy-egy olyan szeletet a Smart City koncepcióból, amit aztán későbbi kutatások, későbbi szolgáltatások, vagy éppen az oktatás során be tudunk építeni, akár jövőbeni pályázatokba is. Hogyha jól értem, akkor ugye itt a főiskolának eleve fontos szerepe lenne, hiszen az csak egy dolog, hogy mondjuk kormányzati forrásból vagy uniós forrásokból meg lehet teremteni az alapjait, mondjuk az eszközöket beszerezni, azokat, amik szükségesek mondjuk egy ilyen rendszer kiépítéséhez, de hát ezt üzemeltetni is kell, szakemberekkel ennek hozzá, sőt meg kell tanítani az embereket arra, hogy ezt használni tudják. Ebben vehetne részt, gondolom, a főiskola. Abszolút, abszolút, nagyon, nagyon jól látja. A mi első leges célunk is az volt, hogy ugye mindig kicsit kritika éri a felsőoktatást, hogy elméleti, nem igazodik az ipari piaci igényekhez. Ez a fokozatváltás a felsőoktatásban című stratégiának is egyik kiemelt része volt mondjuk informatikai mérnöki területen, hogy ugyan próbáljunk már úgy képzési palettát színesíteni, hogy az igazodjon a mai 21. századi igényekhez. Most hál' Istennek a Nyíregyházi Főiskola ebben élen jár, mind az akadémiai, mind a gazdasági vonal elég rugalmas ahhoz, hogy ezeket gyorsan lekezelje. És igen, a Smart City projektünknek ez az egyik fő célja, hogy akár az oktatásban is beépítsük azokat a
tudásokat, azoknak az eszközöknek a használatát, amit itt egy Smart City során alkalmazunk, ugye szenzorok vagy a dolgok internete, ugye ma ez egy szintén divatos szó, és az itt nálunk tanuló hallgatók szakemberekké váljanak, és hogyha kell, akkor komplett Smart City megoldásokat tudjanak vinni akár az országban, vagy a Európában máshol. Említette, hogy ennek a pár hónapos programnak, vagy projektnek az lenne a legfőbb célja, hogy felvillantsa azokat a lehetőségeket, amik rejlenek ebben a dologban. Tudunk ilyeneket mondani? Tehát miben gondolkozik mondjuk a főiskola? Hogyne, tehát, ez egy támogatópályázat, és ugye itt épp az eszközbeszerzésre viszonylag szolid lehetőségek állnak rendelkezésre, épp ezért hívjuk mi, ahol csak lehet ezt egy pilot projektnek, nem csak az idő rövidsége miatt, hanem amiatt, hogy tényleg itt ízelítőt, vagy kis demo részeket tudunk létrehozni, és a célunk az, hogy hosszabb, több éves projekteket erre építsünk, akár Nyíregyháza városával közösen. De ami az egyik legkézzelfoghatóbb eredménye lesz a projektnek, és szintén talán a bejátszásban hallhatták a kedves nézők, egy olyan szimulációs modell kialakítása, kicsit egyszerűbben fogalmazva, olyan szenzorokat akarunk kitenni, érzékelőket a Nyíregyházi Főiskola területén, ami egy kicsi okos város tud modellezni, amit aztán városi szintre is kiterjeszthetünk, és érdekes, hasznos információkat szolgáltatnak úgy a városlakóknak, mint a kutatóknak. Mondok egy példát, Nyíregyházi Főiskola tizenvalahány parkolójában szenzorokat fogunk elhelyezni, amit utána akár interneten keresztül nyomon lehet követni, hogy melyik parkoló üres, melyik szabad. Mondok egy másik példát, tervünk a vízminőségnek a folyamatos mérése, nem csak a hőmérséklet, de a benne lévő különböző anyagoknak a mérése is. Kézenfekvő, hogy a Nyíregyházi Főiskola uszodájában fogjuk ezt elhelyezni. Nyilván azt is fogjuk mérni, hogy hányan vannak épp az uszodában, éppen hány fokos a víz hőmérséklete. És a harmadik fővonal, szintén ennek a demonstrációs anyagnak a része, az pedig a közlekedéssel kapcsolatos. A levegőszennyezettséget kívánunk mérni, annak mindenféle paramétereit, és természetesen ez együtt jár egyfajta forgalomszámlálással is, hisz kutatói szempontból az az érdekes, hogyha összefüggést tudunk felmutatni mondjuk egy forgalmi adat és a levegőszennyezettség között, hisz ez a jövőben tényleg egy okosabb városhoz vezethet. Lehet, hogy meg tudjuk azt mondani belőle, hogy kedves városlakók, holnap 8 és 10 között ne menjenek autóval a belső körútra, mert tudjuk, hogy ott akkor olyan lesz a légszennyezettség, hogy az a határérték felé megy. Ezek demonstrációs anyagok, nyilvánvalóan ennek a technológiáját kutatjuk, ezt kívánjuk megvalósítani, és ahogy már többször említettük, ezt a jövőben természetesen folytatni kívánjuk. Akkor kanyarodjunk vissza a beszélgetés elejére, mert hogy amit most elmondott, ez teljesen úgy épül fel, az én olvasatomban ez egy teljesen jó terep a főiskola arra, hogy modellezzék ezt az egész dolgot, és az ott szerzett tapasztalatokat már csak át kell ültetni Nyíregyháza méretére, ha úgy tetszik, és akkor a Smart City város projekt akár működőképes is lehet. Hogy lehet még egyébként a főiskolán tanuló hallgatókat mondjuk bevonni egy ilyen munkába, vagy célja mondjuk a programnak, hogy bevonja őket? Feltétlen nem titkolt célunk az, hogy a Nyíregyházi Főiskolán indítunk majd egy új mérnöki informatikai területről szóló szakot, ahol már a kollégák pont ezen pályázat keretében azon dolgoznak, hogy azokat a tantárgyi tematikákat, ami ezen új szakon lesznek, már a Smart Cityhez igazítsuk. Tehát tényleg egy nagyon érdekes, versenyképes dolog lesz, és már most a projekt megvalósítás során is vonunk be hallgatókat, lesz 5-6 olyan ösztöndíjunk, szintén a projekt keretén belül, ahol a tehetségesebb az érzékelőkhöz, ezekhez a szenzorokhoz és a smart témakörhöz értő és affinitással rendelkező hallgatókat bevonjunk a projektbe. Tehát igen, a Smart Campus Pilot modellünk, ha így tetszik, nem csak az infrastruktúrát, de a főiskola humán erőforrását, az oktatóktól kezdve a hallgatóig mind bekívánja vonni ebbe a projektbe. Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégünk volt, és a projektről néhány szót el tudtunk mondani a nézőknek. Természetesen majd, amikor befejeződik, a tapasztalatokról is mindenképpen szeretnénk, hogyha számot adhatnánk. Nagy örömmel jövünk és beszámolunk. Köszönöm szépen. Köszönöm.